A Magyar Kézművességért Alapítvány egy non-profit szervezet, amely azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa és népszerűsítse a művészeti kézművességet. Most egy kézzel készült kiállításra visszük el önöket Illés Péter kollégám segítségével. Szia Peti, merre vagy? Gondolkoztak már azon, hogy mi a közös a borban, a zenében, a kézművességben, a különböző grafikákban? Hogyha nem, és szeretnék megtudni, akkor eljöhetnek ide a Vajdahunyad várába a Magyar Kézművességért Alapítvány 30. jubileumi kiállítására, ahol ezeknek a szerepe kerül előtérbe. Szervusz, Eszter, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket a képernyők előtt, vagy hogyha a YouTube-on nézik vissza a beszélgetést, akkor pedig ott. Itt a kiállító térben, a Mezőgazdasági Múzeumban azok a szakmáknak a művészi alkotásai kerülnek előtérbe, amik nem annyira ismernek, például a tűzgrafikák, a textil vagy a papírgrafikák. Fábri Zoltán elnök úrral beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Jubileumi kiállítás, 30. kiállítás. Ez is különleges, illetve az is, hogy nem annyira felkapott művészeti ágak kerülnek előtérbe. Mi az irányvonal ennek a tárlatnak? Nos, az a helyzet, hogy a kiállításunknak a tematikája a magyar bor eszközei, a kapcsolata a költészettel és a zenével, amit mi olyan módon szerettünk volna megadni az alkotóknak, hogy a fantáziájukat, a képzelőerőket nyissák ki a tárházat, és készítsenek el olyan tárgyakat, amelyek ezt bemutatják. És mint említve volt, itten azért izgalmas művészeti ágak is megjelentek, ami korábban nem volt annyira ismert, ilyen a tűzgrafika, ilyen a papírszobrászat. És ugye hát egy jeles képviselő, egy fiatal hölgy, aki először van itt, készítette ezt a gyönyörű tálat. És egy tűzgrafikával készült tárgy. Nagy örömünkre, nagyon örült annak, hogy ő itt lehet ezen a kiállításon először, és azt hiszem, hogy a jövőben talán többször fogunk vele találkozni, és ez a technika is azt bizonyítja, hogy milyen komoly technikai felkészültséggel kell bírnia, és rajzkészséggel, hiszen azért, amit készített a kislányáról portrét, az is itt látható, és igazán nagyon komoly munkák megtekinthetők. De mögöttünk látható kettő darab nagy kép, az egyik honfoglalás, másik Budavárnak a visszafoglalás, ez is tűzgrafikával készült. Hogyan kell elképzelni ennek a képetnek az elkészítését? Mit jelent az, hogy tűzgrafikai alkotás? Hát tulajdonképpen az a helyzet, hogy ez egy olyan elektronikus eszköz, ami egy nagyon vékony, hegyes tárgyat hőhatására felízva elkezd rajzolni az ember, és nyilván előtte van egy ceruzarajz, egy nagyon finom ceruzarajz, melynek mentén aztán a maga az alkotó megpróbálja ezt nagyon finoman, és ez nagyon komoly tehetség, rajzkészség és látáskészség kell, hogy a dimenzióját annak és az alakoknak, a figuráknak a különböző távolság, közelebb vagy távolabb, ezt meg tudja rendesen fogalmazni. Én úgy gondolom, hogy ez egy most fejlődő, gyakorlatilag először nálunk ilyen magas színvonalon megjelenő alkotói tevékenység, és hát nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb ez elismertebb lesz. Amit éppen Drimba Attila operatőr kollégám mutat, keramikus alkotások, háttérben üvegablak látható, illetve innen nem messze, pár métert kell sétálni, megtalálható Petőfi Sándor egyik ikonikus verse. A falu végén Kurta kocsma, ami 9 verszakból áll, és ha jól látom, akkor köré épültek a kis jelenetek is, a kis üvegalkotásokból? Ez így van, és tulajdonképpen azért izgalmas, mert ugye a kiállításunknak az is egy érdekes jelensége, hogy alkotó közösségek is jelentkeznek, és ez is egy alkotó közösség ifjú tagjainak a munkája, és számomra is nagyon kedves, mert én ezt a verset 120 ezer évvel ezelőtt tanultam meg, és még most is tudom, és nekem sem nagyon kellemes meglepetés volt, hogy ezzel itt találkozhattam, és főleg azt, hogy ezt a gyerekek készítették ezeket a üvegképeket, és hát itt van a vers, és lehet rácsodálkozni azt, hogy milyen izgalmas dolog megint csak az, hogy egy alkotó közösség együtt gondolkodva, együtt tud egy olyasmit elkészíteni, ami mindenkinek külön-külön feladat, és mégis egy egységes képet alkot. Gyerekeket említett, lehet tudni, hogy hány évesek? Mert azért, hogyha megnézzük ezeket az alkotásokat, akkor nagyon-nagyon komoly kézműves munkát láthatunk itt. Hát őszintén szóval nem tudom, de itt a nevekből ítélve van köztük idősebb is, meg fiatalabb is, mert ugye vannak itt asszonyok, akik már férhez mentek, de vannak itten fiatalabbak is. Tehát mindenképpen az a helyzet, hogy egy alkotó közösségről van szó, és itt tulajdonképpen ez a lényeg, mert a kor ilyen szempontból nem igazán számít, hiszen ha együtt gondolkodva tudnak dolgozni, akkor ez itt nem egy határvonal, hogy ki hány esztendős. Rövid időnk maradt. Mennyire fontos, hogy ezeket a szakmákat a mai világban előtérbe helyezzük? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a kétkezi munkának az értékét újból vissza tudnánk adni, és
elismernénk a magyar kézművességnek azt a szerepét, ami azt a kulturális örökséget hozza magával, és szeretné továbbadni a jövő generációnak, amit a Kárpát-medencében szinte majdnem azt kell, hogy mondjam, egyedülálló módon képviselnek a magyar kézművesek, hiszen olyan szakmák is vannak, ahol, amelyek más szakmák, ahol, amelyeket máshol nem igazán üznek már, illetve tőlünk járnak ki oda tanítani, és ez számtalan esetben előfordult, ilyen a szövéssel kapcsolatban, a kovácsolással kapcsolatban. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy ezt jobban meg kellene becsülni. Fábri Zoltán elnök úr, köszönjük szépen a részletes beszélgetést. Köszönöm szépen, és merem remélni, hogy sokkal több látogatónk lesz ezután, mert az egy nagy boldogság a kiállítóknak és nekünk is. Kedves nézőink, a kiállítás itt a Vajdahunyad várában, tehát október 15-ig tekinthető meg. Jöjjenek el bátran, és akkor megtudhatják, hogy mi a közös a bor, a művészet, a zene és a vers közösségében. A szó a stúdiói.